kutya és a kanapé. Hát ez egy probléma. Én ezt a kutya elkényeztetésének, elkapatásának, a problémájának hívom, amikor ugye igazából nem csak arról van szó, hogy a kutya följön a kanapéra, székre, ágyra, fotelra, hanem gyakorlatilag úgy viselkedik, mintha az az ő sajátja lenne. Ez gyakorlatilag most azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos itt egy hatalmi kérdésről van szó, vagyis hát a kutyát le kell zavarni a kanapéről, a fotelből, és határozottan megtiltani neki, hogy oda fölmenjen. Nem jó megoldás az, hogy a kutya addig a kanapén van, amíg én ott nem vagyok, és aztán viszont utána le kell jöjjön. Igazából itt egy vonalat kell húzni, hogy melyek azok a bútorok, ahova a kutyának semmiféle keresnivalója nincs, és akkor nem lesz konfliktus helyzet.